Üdvözlök mindenkit, Bodó Gyula vagyok, és ebben a videóban folytatjuk az ENSZ munkásságával kapcsolatos sorozatunkat. Itt a veszélyes áruk szállításával kapcsolatos módosítási javaslatokat, illetve azok elfogadását, elutasítását vizsgáljuk. Ebben a részben az IAZA javaslatait fogjuk megvizsgálni, amit az elmúlt időszakban benyújtott. Az IAZA a biztonsági tanácsadók nemzetközi egyesülete. A magát a különböző országokban székelő és működő biztonsági tanácsadók egyesületét fogja össze, és mint egy nemzetközi szervezet működik, és konkrétan itt majd láthatjuk, hogy már javaslatokat is tesznek le az asztalra. Ha lentebb görgetünk, most a következő eseményt és az ENSZ-nek a munkásságát egy kicsit átgörgetve azt lehet látni, hogy az IAZA-nak 2021. június 22-én Genfben lett lerakva két javaslata. Az egyik a 668-as különleges előírással kapcsolatos, és hogyha a flipboxra ráhúzzuk az egeret, vagy érintőképernyőn megkattintjuk, tehát ráütünk, akkor megfordul ez a kis flipbox, és itt azt a letöltést már lehet is aktiválni. A másik javaslat egyébként, ha lentebb megnézzük, akkor hűtőgépekkel és hőszivattyúkkal kapcsolatban volt, és egyébként már itt a flipboxnak ezen a felső felén lehet is látni az eredményét. Tehát itt látjuk, hogy a 668-al kapcsolatos javaslatait azt felülvizsgálatra visszadobta a csoport, és a másik esetben viszont a hűtőgépekkel és hőszivattyúkkal kapcsolatban már született egy vázlat az elfogadással kapcsolatban. De ne szaradjunk előre, nézzük akkor meg először is ezt a 668-ast, és itt láthatjuk, hogy ez a gazdasági, európai gazdasági közösségnek ugye dokumentuma, egy munkacsoport, ami a szállítás, a veszélyes áruk szállításával foglalkozik. Ugye ez egy rides tanácsnak az ülése volt, ahol találkoztak a különböző szakértők, és ide lehetett ugye az IAZA-nak is javaslatokat letenni. Ugye itt látjuk, hogy a zárójelbe van az IAZA, mint szervezet beírva, és ugye itt van maga a javaslatnak a kidolgozása is egy-két oldalon keresztül le van írva, hogy miért gondolja azt az IAZA, illetve képviselői, hogy erre szükség lenne. Ugye itt az emelt hőmérsékletű anyagokkal kapcsolatban volt az, hogy ha megnézi valaki a jelenleg is érvényes ADR, illetve RIT szöveget, akkor abban a 668-as különleges előírás kimondottan ilyen útjavításokra ad felmentést csak, és ha most fogjuk és belenézünk a DGR online segítségével, mind a két szövegbe, ezért is imádom a dgronline.eu-t, bal oldalon megvan nyitva nekem az ADR szövege magyarul, itt jobb oldalon pedig a RID-nek a szövege található meg angolul. És hogyha megnézzük, itt van a 668-as, illetve itt van, és lehet látni, hogy útburkolati jelek festéséhez használt magas hőmérsékletű anyagok nem tartoznak az ADR hatája alá. Bocsánat. És ugyanezt láthatjuk egyébként, hogy itt is a road markings are not subject, és az IAZA azt szerette volna, és most itt visszamegyünk a javaslat szövegére, hogy ezeket egy picit terjesszék ki, és az lenne a lényeg egyébként, itt is megvan, nyilván az anyagba berakja a javaslattevő is az eredeti szöveget, hogy mire van ez kihegyezve, és ők azt mondja, hogy a 668-ast egy kicsit ilyen szélesebb skálára kéne kiterjeszteni, és ugye itt vannak például a bitument szállítóautók, ami kimondottan a javítások, törések, repedések, ugye az útburkolat javítására van ez az egész kitalálva, és ugye erre van lelimitálva
a szöveg a 668-ban, és azt mondja az IASA, hogy jó lenne, hogyha itt lehet látni egyébként a 668-asból magát, kivennénk azt, hogy ugye ezeket az útjelöléseket, és azt mondja, hogy for different purposes, tehát különböző célokkal, és nem lenne ennyire meghatározva az, hogy milyen céllal szállítjuk, vagy visszük ezt a ugye magas hőmérsékletű anyagokat. Ha visszanézünk, akkor itt az angolból lehet látni, hogy the purpose of applying road markings, ugye itt is a road markings van, és ők azt szeretnék, hogyha ezt a szűk keresztmetszetet egy kicsit kitágítaná a jogszabály, és más jellegű és más feladatra szánt hasonló anyagokat is lehetne egy ilyen mentesítéssel, ilyen feltételek mellett szállítani. Jó, nem húzom tovább az időt, hogyha visszamegyünk, ugye ezt már mutattam, hogy itt az ENSZ válasza igazából, ugye itt a munkacsoport megint csak, és ugyanezen csoportnak a munkásságából mindig születik egy ilyen draft report, ugye ez egy ilyen report vázlat, és ezek már egyébként a 2023-as, majd látni fogjuk egy másik esetben, ADR módosítások szövegének az elfogadásának a vázlatai lennének, de itt most nem erről van szó, hanem, ugye, ahogy említettem már a legelső videóban is, az IASA javaslatát azt mondja, hogy ez így túl széles, tehát nincs meghatározva. Itt azt mondja, hogy the wording was too broad, tehát nagyon széles skálát foglalna le ez az egész, és ez így nem tetszett a szakembereknek. Úgyhogy arra a döntésre jutottak, hogy további vizsgálatra szorul ez a módosítási javaslat, és majd egy következő ülésen fogják esetleg újra vizsgálni. Jó, tehát ezt nem kell most különösebben itt emiatt izgulni, egyelőre úgy néz ki, hogy ezen még tovább kell rugózni. Úgyhogy, de ha tovább megyünk, és a másik javaslatot megnézzük, ugye itt megint csak különleges előírások, ugye a fellécet most nem mondom el még egyszer, ezek így néznek ki, ugyanaz az ülés, szeptember 21. október 1 között Genfbe, és ha lentebb görgetünk, itt ugye rögtön minden egyes ilyen dokumentumban el van magyarázva, hogy mit szeretne módosítani, és itt arról van szó, hogy ilyen hűtőgépekről, eszközökről van szó, amik ugye 28-57 vagy 33-58 alá vannak sorolva, és ezek 12 kg-ig tartalmaznak olyan gázt, ami ugye ennek a működtetéséhez szükséges, amellett, hogyha ugye a 119 és 291-es különleges előírásokban felsorolt feltételeknek megfelelnek, akkor ezt az ADR hatálya alól kivette. De nézzük meg magát az előírásokat, a különleges előírásokat, hogyha megnézzük, akkor azt mondja, a 119, ugye itt is hűtőgépekről beszél, itt van, hogy a kettes osztály 2-2-2-1-3 pont szerinti A vagy O csoportjába tartozó gázból, ugye itt van a 12 kg-nál kevesebbet kell tartani, vagy 12 liternél kevesebb ammóniaoldatot, de a másik oldalon láthatjuk, megint csak ezért szeretem a DGR Online-t, és egyszerre két SP-t is tudunk nézni, hogy nem kell görgetni, ugye itt a 291-nél megint ugye gyúlékony cseppfolyósított gáz hűtőgépben, és megint ugye, megint csak, és ez lesz majd a lényeg, hűtőgépről beszél, 12 kg-nál kevesebb, és itt vannak a feltételek, amivel az ADR előírásainak hatálya alól lehet majd mentesíteni. Ugye itt, ha megnézzük, és most tényleg nem a többi van a hangsúly, hanem a hűtőgépen van a hangsúly, azt mondja az IASA, hogy miért van az, hogy csak hűtőgépekre van ez az egész alkalmazva, holott vannak olyan szerkezetek, amik ugye körülbelül ugyanezt tudják, viszont azok fűtenek, de szerkezetileg és működésükben ugyanazt az elvet követik,
csak nem hűtenek, hanem fűtenek. Hát ugye ez körülbelül ugyanaz, mint egy hűtő pótkocsi, vagy egy hűtő kamionban nyilván például, csak egy példát mondom, hogy gyógyszert szállít valaki, akkor télen fűteni kell benne, és nem hűteni, de ugyanaz a szerkezet el tudja ezt végezni, és ezért volt az a javaslat az IASA részéről, hogy for the purposes of carriage, és akkor hőszivattyú may be assigned to, és akkor ugyanaz a szöveg lenne, tehát hogyha ugye itt is a 2857-hez, vagy a 3358-hoz lehetne hozzárendelni, és azoknak a feltételeknek, amit a különleges előírásokban megnézünk, megfelelnek, akkor ugyanúgy lehetne mentesíteni őket az ADR egyéb előírásai alól, és semmiben nem fog különbözni a már meglévő mentesítéstől, csak annyi, hogy ott hűtőgépről beszél, és nem beszél ugye fűtésről. Semmi más nem szolgál ez a javaslat, csak azt, hogy fűtés esetében is legyen meg ugyanez. Bármelyik UN számra nézünk rá, most ránézünk itt a 3358-ra, ugye itt a hűtőgépekről beszél, megint csak a hűtőgép jelenik meg, és ugye hűtés, mint funkció, ugyanez egyébként a másik UN számunk is, úgyhogy ha visszamegyünk, akkor látható, hogy maga a javaslat arra szól itt igazából, hogy ne csak hűtőgépre legyen ez kiterjesztve. Na de nem nagy meglepetést fogok elárulni, hogyha a speciális előírások kiegészítésének elfogadása, tehát úgy néz ki, hogy a munkacsoportnak ez a dolog ezt tetszett, és ez úgy néz ki, hogy van egy ilyen melléklet a riportvázlathoz, a jelentésvázlathoz, és azt mondja már, hogy ez az elfogadott szöveg lesz, amit elméletileg ugye azt mondja, hogy ez egy vázlat módosításokhoz, amit 2023. január 1-től léptetnének életben a RID ADR ADN-nel kapcsolatban, és hogyha legörgetünk, ugye ahogy ígértem, hogyha egy dokumentumot láttok föltöltve, akkor az aktuális, vagy ide vonatkozó az IASA módosítási javaslatára reagálandó szöveget azt kiemelem sárgával, úgyhogy ez így is történt, és akkor itt lehet látni azt a módosítási javaslatot, amit benyújtott az IASA, tehát meglátjuk, úgy néz ki, hogy ebbe a vázlatba ez már belekerült. Jó, ezek ennyi, tehát nem több, itt van a 119-es és a 291-esnek is egy javaslat, hogy hogyan módosítsák, és itt már a heat pumps szó is megjelent, ugye. Úgyhogy már nem csak ugye hűtésről beszélünk ebben az esetben. Úgyhogy meglátjuk, hogy aztán a végső verziók hogy fognak kinézni, de jelenleg úgy néz ki, hogy ez talán befogadó készségre talált. Jó, tehát így néznének ki ezek a dolgok, még egyszer mutatom itt a weboldal, de ez folyamatosan majd ezekkel a videókkal bővül, és hát nyilván a következő esemény is majd hamarosan érkezik, itt van a nyakunkon, sőt még az előzőt se tudtam földolgozni, arra is jön majd egy összefoglaló, úgyhogy bízom benne, hogy ezeket folyamatában tudom feldolgozni, és ide kitenni. Én megköszönöm a figyelmet ebbe a videóba, akkor ezt az IASA-s módosításokat megnéztük, ez a kettő volt, és akkor folytatjuk az ENSZ üléseivel, és próbáljuk magunkat szépen sorban utolérni. Köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet, és találkozzunk a következő videóban. Sziasztok!